Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget és a fölkérést erre a ma estére. És hát egy nagy öröm, hogy éppen ebben az időszakban, amikor pünkösd ünnepére készülünk, akkor lehet erről gondolkodni, és nekem is egy nagy ajándék volt ez. Eszembe jutott József Attilának egy vers végződése, a Levegő című vers fejeződik be ezekkel a szavakkal, hogy jöjj el szabadság, tesszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged szép komoly fiadat. És az ember játszik ezzel a, ha már egyszer játszani engedik, akkor játszik ezzel a verssel is egy kicsit magában, próbál szavakat tenni a szabadság helyébe, nem azért, mert a szabadság nem lenne ott jó helyen, mert tény az, hogy az igazi értelemben vett szabadság az egy rendet szül, és oktat, és játszani is enged. De hogyha becserélem mondjuk a szabadság szót az ünnep szóval, én úgy gondolom, hogy akkor is érvényes a mondani való, hogy jöjj el ünnep, teszülj nekem rendet, az ünnep szüli a rendünket, jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép komoly fiadat, azaz bennünket. Minden ünnepre igaz, én úgy gondolom ez, hogy ez az ünnepből fakadó gyümölcs, hogy ott az ünnep környékén rend keletkezik, aztán egy oktatást kapunk, minden ünnep tanít bennünket valamire, és végül játszani is enged, tehát nagyon-nagyon színes, mozgalmas formában inspirál bennünket az ünnep arra, hogy játszunk egy kicsit vele. Úgyhogy az egész mai alkalmat egy kicsit talán így képzeltem, hogy egy ilyen gazdagsággal találkozhatunk ezen a mai estén a témából adódóan, mert a pünkösd ünnepére is igaz ez, hogy rendet teremt és oktat és játszani is enged. És aztán, ha a hit tapasztalatával élünk ebben a világban, akkor még egy szót ide lehet helyettesíteni, a Szentlélek szót, aki ugye a pünkösdnek a lelke, igazából véve a pünkösdi ünnep, a pünkösdi esemény főszereplője, hogy jöjj el Szentlélek, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged szép komoly fiadat, szép komoly fiaidat és leányaidat. De ezzel a gondolattal szerettem volna bevezetni azt, amit most tényleg a pünkösdi gondolatok címmel szeretnék elmondani. Akkor, amikor az előadásra fölkérést megkaptam, akkor egyszerűen nem volt lehetőségem arra, hogy egy kicsit konkretizáljam ezt a témát. Akkor ez volt az oka, hogy ezt mondtam, mint címet, és aztán utána rájöttem arra, hogy ez talán jó is így, mert olyan veszélyes lenne a pünkösd gazdagságát most valami ilyen csontkemény logikára, vagy egyetlen szempontra fölfűzni. Tehát sokféle szempontból szeretnék néhány dolgot mondani a pünkösdről, nyilvánvalóan nem a teljesség igényével, egy kicsit inkább gondolatindítóként meg, hogy kezdjen el játszani velünk ez a gondolat, hogy ünnepre készülünk, és hogy mit is jelent számunkra ez az ünnep. És hát ilyen fejezetekre osztottam a megközelítések sorát. Az első megközelítésnek az lenne talán a cím, hogy a természet pünkösdje. Hát én úgy gondolom, hogy ez most nagyon-nagyon közel áll hozzánk, a természet pünkösdje. Tegnap kellett éppen az esti órákban Székesfehérvárat megjárnom és vissza, és még nem volt sötét, a nyári estének legyen hála, és tényleg egy fantasztikus táj tárul ilyenkor a május vége felé már az ember szeme elé, akácokkal teri, csodálatosan szép domboldalak, és ez virágzik minden. Szóval fantasztikus dolog, én azt hiszem, hogy ezt mindannyian tapasztaljuk, éljük és élvezzük ezekben a napokban. De hát talán a legközvetlenebb érzékelésünk az ízlelés, és én arra gondoltam, hogy most egy kicsit a pünkösd ízéről szeretnék először szólni, de hogy hiteles legyen a szó, ezért nem csak szólni szeretnék róla, egy kicsit meg is szeretném kínálni a kedves kis csapatot a pünkösd ízével. Kérem, hogy mindenki egy epret vegyen erről a tálról, és aztán legyenek szívesek továbbadni a tálat, és miközben fogyasztjuk az epret, közben egy olyan írást szeretnék felolvasni, amely az eperről, mint pünkösdi gyümölcsről szól.
bátran mindenki, aztán utána elindulhat még egy körre a tál, mert hogy azt hiszem egy kicsit túlméreteztem az eper kínálatot, úgyhogy egy szemnél több jut mindenkinek. Szóval fogadják szeretettel, és miközben majszolgatjuk és ízlelgetjük az eper ízét és a gyümölcs zamatát, közben egy epres receptet szeretnék felolvasni. A Jóisten uzsonnája ez az ételnek a neve, amelyről itt szó van, és történetesen az eper képezi ennek az ételnek az alapanyagát, és aki írta Hanvas Béla, a Patmosz című könyvének az egyik kis írása ez, én úgy gondolom, hogy azért sokkal többről van itt szó, mint receptről, megszoktuk tőle, a bor filozófiájában is sokkal többről van szó, mint a borról, és én úgy gondolom, hogy jellegzetesen pünkösdi megközelítése ennek a témának, hogy mit jelent a természet pünkösdje, és hogyan lehet ezt ízlelgetni. Nyugodtan közben induljon el második útjára is a táleper. És közben mesélek. Június a piros hónap. Mint ahogy a május a zöld, és az augusztus az aranysárga. Júniusban nyílik a pipacs. Piros pünkösd, amikor a Szent Szellem a Földön piros lángnyelv alakjában megjelenik. Piros gyümölcs hónapja, cseresznye, megy, eper, málna, ribiszke. És ami nem lehet eléggé csodálkozni, ez nem a sóvár és megvadult piros. Egy gyümölcsökben semmi kihívó nincs, ellenkezőleg valamennyi csupa nevetés. Derült és gyermekpiros ez, az év első természetének színe. Júniusban kell enni, mármint a Jóisten uzsonnáját. Az ember körülbelül fél kiló teljesen érett eperre számítson 12-15 deka port cukrot. Az általános vélemény, hogy a gyümölcsöt és a cukrot legjobb rétegesen elhelyezni, és az epret kicsit megtörni csak azért, mert így bővebb levet ereszt. Mikor ez elkészült, 2 deci tejfölt kell ráönteni. A mennyiség lehet valamivel több vagy kevesebb, ízlés szerint a túlzástól tartózkodni kell. Sokan a tejszint részesítik előnyben, de ezek az emberek az élet lényegét félreértik. A június nem az átható cukor, hanem a gyengéden friss és enyhén savas gyümölcs hónapja. A tejszín alkalmazása tévedés. Később a hónap végén a szamócához már megengedhető, és vannak, akik a málnához, főként a tejberizshez készített friss málnakompóthoz nem hajlandók mást enni, mint tejszínt. Ez így helyes. De a tejszín az eperhez hibás ízlésre val. A hibás ízlés hibás értékeléshez, ez pedig hibás életrendhez vezet, ezért ilyesmit kerülni kell. Az elkészítés módja lehet, hogy az ember egy réteg epret, egy réteg cukrot és egy réteg tejfölt helyez egymás fölött, és gyümölcsöt éppen csak, hogy egy kicsit megnyitja. Mások a gyümölcsöt éppen hagyják, és a tejfölt a tetejére öntik, hadd szivárogjon le, oldja fel a cukrot, és vonja ki az eper levét. Az edény fenekén rózsaszínű ital gyűlik össze, és a leghelyesebb, ha az ember miután az epret megette, úgy, ahogy van, nem kannállal eszi meg, hanem megissza. Ez az uzsonna tökéletes befejezése. A bűnbe esett ember a tejfölös epret a jégszekrénybe teszi, és természetellenesen lehűti. Ez ellen a leghatározottabban tiltakozni kell. Bizonyos hőfokon alul a gyümölcs ízéből éppen úgy veszít, mint a bor. A helyes mérték a pincehőfok, vagy ami ugyanaz, az ember az edény, tulajdonképpen az eszménye a cserépedény, a fém elvetendő, a kútba ereszti és néhány óráig ott tartja. Legjobb az epret délelőtt a friss reggeli szedésből, délelőtt 10 óra tájban elkészíteni, és délután 3-4 hűvös helyen tartani, mert a tejfölös eper elfogyasztásának klasszikus ideje, amikor a déli hőség már fölengedett, és a levegő enyhülni kezd, vagyis 3:30. A Jóisten, amikor délutáni szundikálásából fölébred, az epret ilyenkor eszi uzsonnára. Oda teszik az árnyékos aszteraszra, az asztal fölé a diófa hajlik. Ott teszi meg kiskanállal, mielőtt ismét a szőlőbe megy. Mert aki nem tudná, a Jóisten a világon a legmagasabb rendű munkát végzi, vagyis szőlőműves.
Uzsonna után megnyugodott gyomorral és kedéllyel a rafiát övébe dugja, a metszőolló zsebre teszi, a kapát megfogja és kimegy a tőkék közé, hogy a szabálytalan hónajhajtásokat levagdossa, a lazult vesszőket megigazítsa, és ahol gyomot talál, azt kikapálja. Ideig a kis írás az eperről. És további jó étvágyat kívánok hozzá, egészen addig tessenek nyugodtan fogyasztani, amíg el nem fogy, tovább-tovább adva a tálakat. És hát erről a természet pünkösdjéről talán az üzenet és az a gondolat támadhat az emberben, hogy igaz, tágabb értelemben is, sőt, a legtágabb értelemben is igaz, hogy egy ajándékozó jóság táplál, éltet minket. Ajándékos jó barát. A pünkösdi szekvencia ezt a gyönyörű szép sort hozza. Nem tudom, az eredeti nyelven pontosan hogy szól, latinul, ezt nem néztem utána, de a magyarra így szokták fordítani, hogy ajándékos jó barát. Olyan gyönyörű szó ez, hogy Isten ajándékos jó barátként küldi a lelket, és aki osztja az ajándékait. Tehát a természet pünkösdjéről. És a természet pünkösdjétől nem megyünk messzi, egy egészen picit változik csak a nézőpont, mert most is még a természetről lesz szó, de egy kicsit már az emberi természetről. Az emberi természet lelke, a pünkösd lelke. És hát itt az embernek azt szükséges ehhez végre felfedeznie, hogy nem csak nekem ad ajándékot a pünkösd által, és úgy egyébként is a lélek, hanem én magam is ajándék vagyok. Tehát igenis, a többiek számára, meg saját magam számára is. Nem valamiféle narcizmus ez, hanem a realitás beismerése, hogy ajándékok vagyunk. Szabad magamról úgy gondolkodni, mint ajándékról. Persze nyilvánvalóan ez nagyon magában foglalja azt a kihívást is, hogy akkor föl kell nőnöm magamhoz, mint ajándékhoz. Tehát, hogy nem egy kész dolog, vagy egy kész alkotás a személyiségem, hanem egy érlelődő félben lévő, hogy az epernek is meg kell érnie, hogy ilyen finom legyen, az emberi személynek is érnie kell, meg kell érlelődnie. Tehát ajándékok vagyunk, és akkor itt valamiféleképpen óhatatlanul gondolnunk kell a pünkösdölés szokására, amely, hát én úgy gondolom, hogy mélységesen tükrözi ezt a gondolatot, mert a pünkösdöléskor nem egyszerűen csak az ajándékokra kérjük Isten áldását, hanem megjelenik az ember, mint ajándék. A férfi, mint pünkösdi király, és a nő, mint pünkösdi királynő. És mindenki pünkösdi király, és mindenki pünkösdi királynő. És arról van szó, hogy a férfiak vetekednek abban, hogy ki ügyesebb, ki erősebb, és ugyanakkor kilovagiasabb, és aki megfelel ezeknek a kritériumoknak, az a pünkösdi király. Nem egyszerűen egy drasztikus erőfitoktatásról van szó, nem skanderverseny, hanem annak az eldöntése, hogy a szó igazi értelemben vett erő kiben van meg leginkább. És közben mindenki felfedezheti, hogy saját magában is megvan. És ugyanígy a pünkösdi királynő választás nem egy szépségverseny, hanem arra irányul a keresés, hogy az a bizonyos belső szépség, tisztaság kinek a szívében él igazán. És közben minden hölgy rádöbbenhet, hogy igen, az én szívemben is ott él, lehet, hogy majd jövő pünköskor én leszek a pünkösdi királynő. Ennek kapcsán hoztam egy éneket, ki is osztottuk. Azt szeretném kérni, hogy énekeljük el. Egy pünkösdi énekez, mégpedig egy pünkösdölős ének, ha jól tudom, egészen egyszerű dallammal. Mi mama, mi van ma, piros pünkös napja, holnap lészen, ma a második napja. András, pajtás, bokrétás, jól megfogd lovadnak száját, zabláját.
ne tipossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát. Adjon Isten lassú esőt, mossa össze mind a kettőt. Mi, mama, mi van ma? Piros pünkös napja, holnap lészen a második napja. András, pajtás, bokrétás, jól megfogd lovadnak száját, zabláját. Ne tipossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát, adjon Isten lassú esőt, mossa össze mind a kettőt. Dicsértessék a Jézus Krisztus. No, hát erről az emberi természet pünkösdjéről, erről egy költő is gyönyörűen vallott, és még most ehhez a szemszöghöz, vagy ehhez a megközelítéshez még nagyon ideillik az ő szavainak az idézése. A Teljesség felét című ciklusában a férfi női mi voltról ír Vörös Sándor. És nagyon izgalmas összefoglalás ez. Nő vagyok, sugározza a virág, virág vagyok, sugározza a nő. Férfi vagyok, sugározza a termőfa törzse vagyok, sugározza a férfi. Ha faggatni akarod, a rózsa eltűnik illata, színe, formája mögött. A gyümölcsfa kitárul. Ha élvezni akarod, a rózsa kitárul, a gyümölcsfa eltűnik gyümölcsei mögött. A két tengely tulajdonság megjelenik itt, a női tengely tulajdonság a férfi, a szépség. A férfi tengely tulajdonság pedig az erő. Ez a kettő megjelenik. És ugyanez a kettő jelenik meg ebben a gyönyörű pünkösdőlős szituációban, amikor érdemes megfigyelni, hogy az erő ott van a férfiban, jól megfogd a lovadnak száját, zabláját, ahhoz erő kell, de ugyanakkor miért fogd meg? Ne tipossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát. Ott van benne a lovagiasságnak a belső ereje. És ugyanaz a lélek érleli az embert érett férfivé nővé, az embert érett emberré, amely lélek az epret is finom édessé érleli. Harmadik megközelítés, a történelmi pünkösd. És először is megjelenik egy ünnep formájában, amelyet a választott nép a mózesi törvény szerint megül. Mégpedig a Peszáh utáni 50. napon. Fölolvasnám a szöveget, és az a neve ekkor még a pünkösdnek, hogy a hetek ünnepe. Számláljatok aztán a szombatot követő naptól 7 teljes hetet. A 7. hét letelte után következő napig, azaz 50 napot, és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak minden lakóhelyetekről. 2 zsenge kenyeret, 2 kovászos lisztlángból sütve zsengéül az Úrnak. Mutassatok be továbbá a kenyerekkel együtt 7 hibátlan egyesztendős bárányt, meg egy fiatal bikát a csordából, meg 2 kost, egészen elégő áldozatul, a hozzájuk tartozó étel és italáldozattal együtt, kedves illatul az Úrnak. És készítsetek el egy kecskebakot bűnért való áldozatul, meg 2 egyesztendős bárányt béke áldozatul. Utóbbiakat ajánlja föl a pap a zsenge kenyerekkel együtt az Úr előtt, és aztán legyenek az övéi. Magát ezt a napot pedig nagynak és szentnek hívjátok, semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta. Örök törvény legyen ez minden lakóhelyeteken, nemzedékről nemzedékre közöttetek. Amikor pedig földetek vetését aratjátok, ne vágjátok le egészen a földig, s az elmaradt kalászokat ne szedjétek össze, hanem hagyjátok a szegényeknek és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok, a ti istenetek.
két olyan gondolat jelenik meg itt, amely a továbbiakban is a pünkösd jellemzője lesz, de már itt jelen van. Az egyik gondolat ebben a szövegben található, ez a bizonyos terménybetakarítással kapcsolatos bőkezűség. És a választott nép fiai úgy ülték meg ezt az ünnepet, hogy miközben a termény betakarításáért hálát adtak és ünnepeltek, közben egy nagy szeretet vendégséget rendeztek a szegényeknek. Az alamizsnálkodásnak egy nagyon fontos mozzanata volt, vagy alkalma volt a pünkösd ünnepe. Mert átélték azt, hogy azoknak az adományoknak, ajándékoknak, amelyeket ők a terményben kaptak, nem ők a végső célja. Gondoskodniuk kell ezekből a többiekről, akiknek nincs földje, ahol ez a gabona megteremjen. A továbbiakban ugye a választott nép eléggé hányatott történelmében következett a babiloni fogság. És a babiloni fogság után létrejön a választott nép diaspórája. Tehát szerte az egész akkor ismert világon, kisebb közösségekben élnek a választott nép fiai, de az ünnepeiket igyekszenek megtartani. Már amit a templom nélkül meg lehet tartani belőlük, mert ugye templomuk a jeruzsálemi templom volt, és ugye nem tudtak mindenhonnan oda visszamenni. És a későbbiekben, amikor már lerombolódott a templom, akkor ez már a választott nép őshazájára is jellemző volt. És nagyon fontossá vált, hogy mi legyen az, ami így összetartja a közösséget, ami segíti azt, hogy ne essünk szét. És akkor egy új jelentést kapott a pünkösd ünnepe. Húsvétkor megünnepelték a Vöröstengeren való átkelés, az Egyiptomból való szabadulást, pünköstkor pedig a sínai szövetségkötést. Tehát amikor a választott nép igazából véve néppé lett a mózesi törvény által. És ez a jelentés lassan-lassan a pünkös ünnepéhez kötődött, és mind a mai napig választott nép fiai a pünkös ünnepén a sínai hegyi kinyilatkoztatást ünneplik, és itt a második jelentés, ami már itt az Ószövetségben megjelenik, vagy második üzenete a pünkösnek, vagy második hatása a közösségépítés. Tehát az ajándékozás, ugye az alamizsnálkodás formájában, aratás ünnep, ahhoz fűződő alamizsnaosztás, és ez a bizonyos közösségépítő szándék. Hogy megemlékezünk azokról a gyökerekről, ahogyan Szent István királyról megemlékezünk augusztus 20-án, meg az ő országépítéséről. Ugyanígy a választott nép fiai minden esztendőben a sínai egyi szövetségkötésről így ünneplik. Tehát ami elkezdődött húsvétkor, a pünkösd elején, pontosabban a húsvéti időszak elején, az 50 nap elején, hogy végre a nép önálló szabad néppé lett, ez a szabadság rendet szült az 50. napon, amikor megünnepelték a sínai hegyi szövetségkötést, mert ott lettek igazából véve törvények által irányított nemzetté. És a szövetségkötésben tulajdonképpen ott pecsételődött meg a választott nép státusz is. Tehát ez mind ott volt már az Ószövetségben a pünkösdi ünneplés tartalmai között. Az Új Szövetségben pedig Jézus szent lelkének kiáradását ünnepeljük pünköstkor. Az ószövetségi pünkösdi ünnepre épült rá ez az ünnep. Ugye a hagyomány és a Szent Lukács által leírt apostolok cselekedetei részlet szerint akkor történik a pünkösdi esemény. Én úgy gondolom, hogy bár ismerjük, de talán mégiscsak méltó, hogy elhangozzék az első pünkös története. Amikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak.
Akkor tájt az ég alatt található mindenféle nemzetből való istenfélő zsidók tartózkodtak Jeruzsálemben. A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképedtek, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Mindnyájan álmélkodtak és csodálkoztak. Íme ezek, akik itt beszélnek, ugye mindnyájan galileaiak. Hogyan halljuk hát mégis mindannyian a saját nyelvünket, amelyben születtünk? Mi, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Cirénék körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Mindnyájan álmélkodtak, és csodálkozva mondták egymásnak, vajon mi ez? Mások azonban gúnyolódva azt mondták, tele vannak édesborral. Akkor Péter, aki a 11-jel ott állt, fölemelte szavát, és beszédet intézett hozzájuk. És itt következik ugye a Péter apostol pünkösdi beszéde, amelynek a hatására több ezer ember az apostol cselekedeteinek leírása szerint megkeresztelkedik. Most ez a bizonyos pünkösdi esemény képezi utána a pünkösdi ábrázolásnak, a pünkösdöt ábrázoló képeknek az alapját, és most ebből szeretnék egy nagyon-nagyon foghíjas, de talán mégis egy bizonyos benyomást adó képsorozatot megmutatni. A képen az apostolok asztalt ülnek körül, és egy ilyen érdekes kutricában történik mindez egy épületben, amelynek, ha megszámoljuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oszlopa van. A bölcsesség könyvében van a bölcsességről egy leírás, hogy a bölcsesség fölállította 7 oszlopát, és megterítette asztalát. Ennek a képnek az ábrázolása ezt a gondolatot sugallja, hogy a Szentlélek a közénk szállt isteni bölcsesség fölállította 7 oszlopát, és megterítette asztalát, és a 7 oszlop a Szentlélek 7 ajándékát jelenti. Ugye bölcsesség, értelem, tudás, erősség, jámborság, úrfélelmének lelke, és a jó tanács lelke, azt hiszem, talán azt nem mondtam. Tehát ezt a hetet fejezi ki a 7 oszlop. Szintén egy itáliai művész alkotása. Itt az előző képen nem lehet látni Máriát. A korai pünkösd ábrázolásokon Mária nem szerepel, mert hogy a pünkösdi leírásban, amit most az előbb felolvastam, tényleg nincs jelen. Onnan sejtjük, hogy mégiscsak ott volt, hogy a pünkösdre várakozó apostolokkal együtt imádkozott. De itt már a későbbi ábrázolásokon ez természetesnek veszik, hogy Mária is ott van, sőt, egy hangsúlyos szerepet kap, egy ilyen áldó mozdulattal, mint aki tovább árasztja a szent lelket. Ez egy érdekes, szép mozdulat, amit ott a szűzanya alakjánál látunk. A lelket közvetíti Mária. Ezt nyilvánvalóan tágabban is lehet még tágabban érteni, hogy igenis tudjuk a másik ember számára mi is közvetíteni a lelket. Nyilván ennek van egy hivatalos formája, ugye a püspök a bérmálás szentségében, meg a pap szentelésében teszi ezt, ugye a katolikus hídgyakorlat szerint. Van Dijk kép szereplője a galamb. A galamb idáig nem szerepelt, és a pünkösdi leírásban sincs. Egy nagyon fontos összefüggésre, teológiai összefüggésre mutat rá a galamb ábrázolás, hogy ugyanaz a lélek tölti el a pünköskor az apostolokat, aki a Jordán folyónál való megkeresztelkedésekor Jézus eltöltötte, és aki rászállt Jézusra, és rajta maradt. És most is az egyház ugyanebben a kincsben részesül, a lélek rászáll, és rajta marad. A lángok megmaradnak, de a galambbal kiegészül, fölhívva a figyelmet erre az összefüggésre, hogy Jézus a lélek által végzi el a nyilvános működésének a tetteit, és ugyanazokat a tetteket az egyház szintén a Szentlélek által végzi. A lélektől kapja a küldetését.
Ez az ábrázolás azért érdekes, mert egyszerre két témát foglal magában. Ugye egyrészt a Szent Háromságnak a világa a kép felső részében, ugye az Atya látható nagy fehér szakállal fölül, a Fiút fölismerni, és alatta egy kicsit rossz a felvétel sajnos, de a Szentlélek ott lebeg, körülbelül az Atya-Fiú vonalat egy háromszögben lent kiegészítve, és a Szentlélek az összekötője a két jelenetnek, tehát a Szent Háromság harmadik személye, az egyben a lélek, akit Jézus elküld Jézus lelkeként, és ő a pünkösdi eseménynek a főszereplője, és a pünkösdi esemény látható az alsó részén a képnek. Megint csak egy gyönyörű, szép teológiai összefüggés. Tehát pünköstkor gyakorlatilag a Szent Háromság világa nyílik meg az emberek előtt. Egy 19. századi kijevi freskó. Két meglévő részletet sikerült így egymás mellé hozni. Ezen a képen az embereknek a tekintetét, vonásait, megrendültségét, áhítatát lehet megfigyelni. Ez egy belső eseményre utaló kép inkább, mint egy mindenki figyelmét fölhívó külső eseményre. Kilépve Európából, két kép. Itt igazából véve új motivumok nem jelennek meg. Érdekes viszont a szűzanya trónusa, ahogyan a festő egy trónusra ültette. És a másik képen is tulajdonképpen trónuson ült, csak ott annyira nem lehet látni. Ami nem azt fejezné ki, hogy Mária az emberek fölött állna, vagy az emberiség fölött állna, vagy a keresztények fölött állna olyan értelemben, hogy kiemelkedne közöttük, hanem hogy ő az, aki a lelket már megkapta akkor, amikor a pünkösd eseménye bekövetkezik, hiszen a lélek azáltal jön a világba, hogy Mária méhében fogan és fiút szül. Tulajdonképpen egy idősebb testvérként, egy szent lélekkel eltelt, tapasztalt tanítványként ül a többi tanítványok között. Ez a tájföldi, ez nagyon érdekes. Nem lehet eldönteni, hogy az egy stilizált madárot, vagy egy aranyló eper, netántán, vagy egy láng. Az eper nem valószínű, de a másik kettő lehetséges. Érdekes ábrázolásforma. A koptikonon pedig az furcsa először, hogy az a három alakot kimagaslik. Ugye nyilvánvalóan sejtjük, hogy a középső az a szűzanya lehet, de ki az a két másik hölgy? És akkor az ember megnézi alaposabban a Bibliát, és kiderül, hogy a Bibliában az van írva, ugye a pünkösdre várakozó, imádkozó apostolok leírásánál, hogy és velük imádkoztak Mária, az asszonyok, Mária és testvérei. A pünkösdre várakozó szituációt veszi alapul az ikon festő, és így ábrázolja őket. Hát itt néhány üvegablak, akiknek a szerzőjét nem sikerült megtudni. Ezek nem is annyira jól sikerült felvételek, de hát a színek kavargása az azért igen erőteljesen pünkösdi színkavalkád. Hát itt lehet látni, ugye a hét láng, itt apostolok nem szerepelnek a képen, de a hét láng a lélek ajándékait ábrázolja. Ez egy festmény, egy vihar jelenet egy terített asztal fölött. Érdekes sodró erejű kép, és nem kevésbé sodró erejű ez a textil alkotás sem. Amikor ezt az előbbi beállításkor néztem, akkor a függönyre tekintettem ott két oldalt. Körülbelül ugyanaz a benyomása van ennek, de egy érdekes absztrakt alkotás, és végül hátul gombolós mesteralkotása a 21. századból. Hogyha az ember az újszövetségi pünkös, tehát Jézus lelkének a kiáradása szemszögéből tekint vissza már az Ószövetségre, akkor felfedez még néhány olyan gyanús párhuzamot, ami nagyon sokat mondó. Az egyik például az ember teremtése. Ugye a pünkös oldaláról, a Jézusi pünkös oldaláról nézzük, ugye mit tesz Jézus? Az egyháza ráleheli a lelkét. És mit tesz Isten, amikor az embert teremti, megalkotja a testet, hogy Jézus is megalkotta még nyilvános működése során az egyháznak a struktúráját, a szerkezetét.
és utána orrába leheli az élet leheletét. Tehát tulajdonképpen ugyanaz az esemény játszódik le a pünkösdi teremtő lélek működéskor, mint ami a teremtéskor, az ember teremtésekor. Ez egy nagyon-nagyon szép egymásra villanása az Ószövetségnek, meg az Újszövetségnek. A másik ószövetségi esemény, ami az embernek eszébe jut, a bábeli nyelvzavar története, amelynek szintén itt egy ilyen ellen pólusa látszik. Ott szétesik a közösség. Ez az eredeti, vagy az első bűn leírásának az egyik kifejezésmódja, vagy egyik formája, ugye a bábeli toronynal kapcsolatos történet. Tehát ugyanazt fejezi ki, mint a Ádám Éva paradicsomkerti bűnbeesés története. Tehát, hogy a bűn által szétesik a közösség. És a pünköstkor pedig a Jézusi megváltás és keresztáldozat által a Szentlélek erejéből ismét összeáll a közösség, és már egymás nyelvét értik, és egy esély van arra, hogy találkozzanak, hogy beszélgessenek, hogy együtt induljanak el egy műépítésében. Szintén ilyen érdekes párhuzam a Mózes vénei, ugye Mózes, amikor kinevez véneket, hogy segítsenek neki a nép kormányzásában, akkor ott is megjelenik a lélek motivum, és elragadtatásba esnek, betelnek szent lélekkel. Az Ószövetség még csak így mondja, hogy betelnek az Úr lelkével ezek az emberek. És még az embernek eszébe jut, nyilván sok más is eszünkbe juthatna, az Ezekiel féle csontmező jelenete, ugye, amikor kivezeti az Úr Ezekiel prófétát a csontmezőre, és bíztatja, hogy jövendői és prófétálja ezeknek a csontoknak, és mond, hogy jöjj elő lélek a négy szél irányából, és adj ismét életet ezeknek a csontoknak. És akkor nagyon érzékletes a szöveg, hogy leírja, szinte hallja az ember a csontok csörgését, hogy ezek egymás felé kezdenek el közelíteni ezek a csontok, és aztán utána hús meg bőr nő rajtuk, és fölkelnek, mint egy nagy sereg. Ez is a pünkösnek az előjátéka, vagy összevillanás az Ószövetség és Újszövetség között. Most ami az újszövetségi pünkösdi leírásban nagyon fontos gondolat, hogyha már pünkösdi gondolatokat keresünk, próbálunk felfedezni, hogy idáig a lélek az ajándékait adta, akár a természet, akár az emberi természet, akár az Ószövetségben a közösség, az ajándékozás lelkülete, a megvilágosítás. Itt most a lélek maga lett ajándékká. Tehát megint gazdagszik a mondani való, hogy ő saját maga lett a népe körében ajándék, és a benne hívő ember számára ajándék. És akkor végül egy hatodik megközelítés következne. Erről a legnehezebb beszélni, vagy legalábbis nem félreérthetően beszélni. Ez a belső ember pünkösdje. Hogy találkozni a lélekkel, hogyan tud az ember a tapasztalat síkján. Ugye a pünkösdhöz azért hozzátartozik, hogy ez egy esemény, ez egy tapasztalható valóság. Még akkor is, hogyha nehéz beszélni róla, még akkor is, hogyha másféleképpen szólnak róla az evangéliumok, de abban mindegyik megegyezik, hogy külső jelei vannak a lélek érkezésének, ez valami tapasztalható. Az egyéni találkozásunk a Szentlélekkel az többnyire csöndes szokott lenni, inkább hihető, mint tapasztalható. Gondoljunk csak arra, hogy konfirmálás van mondjuk egy gyülekezetben, vagy jön a püspök bérmálni egy egyházközségbe, és van egy gyönyörű szép ünnep, szép szimbólumok, liturgikus szentségi jelek, és lehetséges, hogy az, aki éppen akkor konfirmál, vagy éppen akkor bérmálkozik, nem él át semmit. Mi van ilyenkor? Mi történik akkor? Nyilvánvalóan sok minden történik, a lényeg megtörténik bent a belső emberben. De a külső ember nem feltétlenül érzékeli, nem tapasztalata számára. És mégis azért van egy olyan általános jelenség,
szerte a hívő emberek, sőt, én merem mondani, nem csak a hívő emberek világában, hogy van egy olyan esemény, amit az ember nagyon nehezen tud megmagyarázni. Mire is gondolok, Thomas Merton a Belső Tapasztalat című könyvében idéz egy kínai szerzőt, egy bizonyos Chao Pient, és a következő haikut írja ez a Chao Pient, ilyen kis négy képből álló versikét, arról az élményéről, amikor úgy érzi, hogy lelki ébredésen ment keresztül. Nagyon érdekes, mert semmiféle vallási szót vagy értelmezési horizontot nem használ, miközben ezt leírja. Egyszerűen csak úgy beszél róla, mint én elmondanám, hogyan aludtam az éjszaka. Következőképpen szól ez a kis haiku. Gondolatoktól mentesen csöndben ültem íróasztalomnál a hivatalban. Forrás elmém zavartalan volt, nyugodt akár a víz. Hirtelen mennydörgés robajlott, tágra nyíltak az elme kapui. És lám, ott ül az öreg teljesen hétköznapian. Ennyi a vers. Talán nem baj, ha még egyszer elolvasom, mert az ember sajnálja, hogy gyorsan elröpül, ezekre a haikuknak egy gyenge pontja ez, hogy gyorsan elröpülnek. Gondolatoktól mentesen csöndben ültem íróasztalomnál a hivatalban. Forrás elmém zavartalan volt, nyugodt, akár a víz. Tehát meditált, tehát egy csöndességet keresett, mint olyan két akta elintézése közben. Hirtelen mennydörgés robajlott, tágra nyíltak az elme kapui. És lám, ott ül az öreg teljesen hétköznapian. Ez az utolsó sor azért gyönyörű szép, mert azt láttatja meg, hogy egy ilyen élmény nem teszi feltétlenül szenté az embert, vagy különlegessé, vagy jobbá, vagy tehetségesebbé, vagy valami. Nem arról van szó, hogy az emberi értéken megnövekszik, vagy eljutok valahonnan valahová, hanem egyszerűen az történik, hogy a belső énem fölébred. És most már a belső énem is lát. Egy buddhista szöveg egyébként nyilvánvalóan, és ez ugye Buddhával is ez történik a hagyományok szerint, hogy fölébred a belső énje. És érdekes, hogy egy egészen más világ, más gondolkodásmód, a szufi hagyomány ugyanerről az élményről a következőképpen ír. Egy egészen más stílus, majd észre fogjuk venni, hogy hát ez egy ilyen nagyon érdekes. Azt a címet adja neki, hogy a feltámadás. Szerelmem, tegnap szinte egyedül álltam a világban, magányom oly könyörtelen volt, akárcsak a halál. Olyan voltam, mint a szikla árnyékában növekvő virág, aminek létéről az élet nem szerez tudomást, és ami nem tud semmit az életről. Mára azonban a lelkem fölébredt, és láttam, amint ott állsz az oldalamon. Lábra álltam és örvendeztem, azután hódolat teljesen letérdepeltem, és imádkoztam előtted. Tegnap a pajkos szellő érintése még durvának tetszett, szerelmem, a napsugarai pedig bágyatnak tűntek. Kötvette előlem a föld orszáját, és a tenger hullámai szélvészként zúgtak a fülemben. Körülnéztem mindenfelé, de semmit sem láttam, csak önmagam szenvedő énjét, amint ott áll az oldalamon, miközben a sötétség kísértetei fölém tornyosultak, majd lecsaptak körülöttem, mint a ragadozó keselyük. Mára azonban a természet megfürdött a fényben, a háborgó hullámok elcsitultak, és a köd föloszlott. Bárhová nézek, azt látom, hogy az élet titkai nyitott könyvként hevernek előttem. Tegnap még hangtalan szó voltam az éjszaka szívében, mára dallá lettem az idő ajkán. Mindez egy szempillantás alatt játszódott le, egy pillantás, egy szó, egy sóhaj és egy csók váltotta ki.
Ez a pillanat szerelmem lelkem múltbeli készségét egybeötvözte a szívem jövőbe vetett hitével és reménységével. Olyan volt, mint amikor a fehér rózsa a föld kebeléből egyszer csak kipattan a napfényre. Ez a pillanat olyan volt az én életemben, mint Krisztus születése az emberek nemzedékei számára, mert tel is tele volt szeretettel és jósággal. A sötétségből egy csapásra fény lett, a bánatból öröm, a keserűségből gyönyörűség. Kicsit hosszadalmasabb a stílus, de ugyanaz sok-sok ismétléssel, és ugyanakkor még újabb képek rá, vagy fölhalmozásával, vagy hozzáadásával így fejezi ki. De itt is az egy bizonyos pillanat a lényeges. Az, amit a buddhista terminológia szatorinak szokott mondani, ez a bizonyos belső ébredés. És érdekes, hogy Krisztusnál köt ki, ő egy muszlim-muzulmán ember, ez a, nem a Krisztus nyilván, hanem ez a bizonyos Khalil Gibran, aki írta ezt a elmélkedést. Tulajdonképpen szintén dokumentációja egy belső élménynek. Most ilyen belső élmények szerte mindenhol az emberiség életében vannak. Nem nagyon lehet ezeket hová tenni, nagyon nehéz ezekről beszélni, kifejezni. Volt egy kis barátom még gimnazista koromban, aki szokott verseket írogatni, és most eszembe jutott, hogy ő is írt egy ilyen verset, egy négy soros kis zsenge az egész. És a következőképpen szól, hogy a benső tér megfeszül, korsó szívem eltörik, Isten puhán, melegen átvérez az ingemen. Megint csak ugyanaz az élmény. Na most ott fontos talán a pünkösdi tapasztalat számára ez az élmény, vagy a pünkösdi tapasztalatot ott érinti, hogy amit nem nagyon lehet emberileg megmagyarázni, az a hit fényében földerülhet, és lehet egy kapaszkodót találni hozzá. A belső emberem a lelket hordozza, és a Szentlélek tapasztalhatóvá tudja magát tenni egy-egy megtapasztalásban, egy-egy élményben. És itt kezdődik a keresztény misztika. Ezáltal nem lesz valaki szentebb, nem lesz valaki jobb ember, épp úgy harcol a maga gyarlóságaival, bűneivel, mint bárki más. És mégis van egy olyan tapasztalata, amely ez a fajta ébrenlét, és amelyet a lélek ébreszt benne. A Johannes Tauler, a domonkos misztikus ír erről, hogy egy keresztény szöveget is halljunk ugyanerről az élményről. Az ember valamennyi képességét és a lelkét egységesítve ilyenkor összeszedett lesz, és belép a templomba, belső ényébe, ahol valóságosan rátalál Istenre, aki ott lakozik és cselekszik. Az ember ekkor nem az érzékek és az értelem mintájára tapasztalja meg az Istent. Nem is úgy, mint az, aki megért vagy olvas, hanem megízleli és élvezi őt. Mintha olyan dolog lenne, ami a lélek alapjából szökken fel, mint egy a saját forrásából, anélkül, hogy bárki is odavitte volna. A forrás ugyanis jobb, mint a ciszterna, hiszen a ciszternák vize áporodott lesz és elpárolog, a forrás viszont folyik, előtör és növekszik. Valódi, nem pedig máshonnan származik, és édes. Ez a lélek akkor is ott működik bennünk, hogyha tapasztaljuk, akkor is ott működik, ha nem tapasztaljuk, de van lehetőség arra, hogy tapasztaljuk, nem rajtunk múlik ajándék. És talán ennek a üzenete számunkra, pünkösdi üzenete, talán az lehet, hogy nem arról van szó, hogy a külső emberünk fog egyszer elmélyülni annyira, hogy belső emberré érlelődünk,
hanem arról van szó, hogy a külső ember mélyülhet, és jó is, hogyha mélyül egyre mélyebbre, és egyre többet ért meg, de ajándékba kaphatom meg azt a tapasztalatot, ami a belső ember ébredését jelenti. És végül egy egészen más gondolattal szeretném befejezni. Pünkösd teli van élettel és lendülettel és eséllyel és reménnyel, mert a lélek ezeket a gyümölcsöket táplálja bennünk. De elképzelhető, hogy valakinek annyira nehéz most a szíve, akár itt közöttünk is, hogy nagyon távolinak érzi ezt az egész témát magától, mert egyszerűen nemrégiben érte egy negatív élmény, vagy egyszerűen saját magát képtelennek érzi ahhoz, hogy a világot napsugarasan lássa, és pünkösdi fényben lássa. Az ő lelkiállapotuk megérintése lehet talán egy olyan vers, amely szintén egy hasonló élményen alapul, és nekik jelenthet egy biztatást, és most ezt szeretném, akár jelen vannak, akár nem, nekik címezni ezt a befejező verset. Somos Miklós festőművész, Munkácsy Díjas festőművész verses kötete jelent meg nemrégiben, és ő írja a következő Holnap talán című verset. Ma nem történhet semmi. A perc mozdulatlan, s a nappal csak vakolat az éjszakán. Ma nem történhet semmi, de holnap talán a kései tavasz hájogos szemei rányílnak reményeinkre. Holnap talán szétnyílik az összekulcsolt kéz, hogy megtermékenyítse áldó mozdulatával küldetésünk égő csipkebokrát. Köszönöm szépen a kedves figyelmet!